Nyílt napot azért tartanak a középiskolák, hogy ezzel megkönnyítsék a pályaválasztás előtt álló a város és térség 8. osztályos diákjainak a döntését, hiszen ez a választás hosszú időre szól. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návai Lajos szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma már két beiskolázási rendezvényen van túl, ahol elsősorban a szakmák gyakorlását mutatták be. Ehhez hasonlóan várt a nyílt napjára szerda délután az érdeklődőket a Posta utcai főépületébe. Próbáltunk ennél a szemléletnél maradni, de azért több olyan információt megosztottunk a diákokkal, amelyek az egyes nálunk oktatók szakmáknak a tartalmát mutatják be, a jövőjét, és hát rendhagyó módon minden egyes ágazathoz hívtunk egy külső szakembert, vendéget, aki annak az adott ágazatnak, szakmának a kiváló művelője, hogy ők megosszák a tapasztalataikat a diákokkal, az érdeklődő 8. osztályosokkal. Nevéhez méltóan a középiskola nagy hangsúlyt fektet a közgazdaság-kereskedelem szakra. Emellett 3 éve van közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, illetve újnak számít a vegyipar, a turisztika, valamint a gépészet, mely utóbbi hiány szakmaként indult el. A 8-osok között akadt olyan, akinek már határozott elképzelései vannak a jövőre nézve, más azonban még mindig bizonytalan a választás terén. Víg Bence a makói katolikus általános iskolából és óvodából érkezett. Elmondása szerint első vagy második helyen jelölné meg a kerítés annak kereskedelmi szakát. Csupa jót hallottam, bevallom őszintén, az kedvesek a tanárok, jól megtanítanak, alkalmazhatod az életben a dolgokat, amiket itt meg tanulsz. Az intézmény ezzel még nem fejezte be a pályaválasztási programját, hiszen november 22-én az új telephelyének a kapuit nyitja meg az egykori Bajza utcai iskola épületében. Itt a szakközépiskolai szakokat ismerhetik meg a 8-osok, melyet 3 év alatt sajátíthatnak el. Ezt követően az OK és végzettség birtokában dönthetik majd el, hogy további 2 év alatt érettségit szeretnének-e szerezni.